fogadalom. A nyíregyházi Kossuth téren tett ünnepélyes esküt a Vitézbattai Antal II. Területvédelmi ezred 107 katonája. Szívtudatosság hónapja februárban a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésének fontosságára hívják fel a figyelmet a szakemberek. Magyar Parasport napja, óvodások, iskolások ismerkedhettek a parasportágakkal és érzékenyítő programokon vehettek részt. A nyíregyházi Kossuth téren tett ünnepélyes esküt a Vitézbattai Antal II. Területvédelmi ezred 107 katonája. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Magyar Honvédség egységes alapkiképzési program keretében bevonult állomány tagjai az egészségügyi, fizikai, pszichikai és kiképzési követelmények teljesítését követően beosztást vállalhatnak a honvédség katonai szervezeteinél, vagy önkéntes tartalékos katonák maradhatnak. Tiszteletadás a csapatzászlónak a Rákóczi induló dallamára Nyíregyházán. A Magyar Honvédség egységes alapkiképzési program keretében bevonult állomány eskütételére 107 újonc sorakozott fel a Kossuth téren. Az 5 hetes kiképzést Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Magyar Honvédség Vitézbattai Antal II. Területvédelmi ezred látja el 3 ütemben. Takács Attila Géza vezérőrnagy ünnepi beszédében kiemelte a hazaszeretet, a kötelesség tudat és az önfeláldozás fontosságát. 2004 óta a Magyar Honvédség és munkaerőpiaci szereplővé vált, versenytársak vagyunk, mi is versenyzünk a fiatalokért, a szakképzett katonákért, várjuk a sorainkba a fiatalokat. Természetesen azt is látni kell, hogy aki katonának jelentkezik, az nem a milliómosok életét tűzte ki célul maga elé, hanem azt gondolom, hogy egy nagyon nemes és elhivatott pályát választ a katonai szolgálattal. Amit mi ezért cserében nyújtani tudunk, egy tisztes, biztos, kiszámítható egzisztencia, ami biztosítja a katona családjának a jólétét, és az, hogy a gyerekeit tudja iskolázni és megfelelő körülmények között fölnevelni. Mi ezt tudjuk nyújtani ehhez. Mindemellett a most beérkező csúcstechnológiás harceszközök megismerésén azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes kihívás nagyon sok fiatal számára. A kiképzés alatt, a gyakorlatok alatt, külföldi szolgálatok alatt, hadszintéri szolgálat alatt olyan kompetenciákra tudnak szert tenni ezek a fiatalok, amit sehol máshol nem lehet megszerezni. A vezérőrnagy azt mondta, a honvédség kötelékében egyre több hölgy találja meg a neki legmegfelelőbb állás lehetőséget. A harcoló beosztásokba alapvetően a férfiakat várjuk, a fiatal életerős férfiakat, hiszen azok a fizikai terhelések, az a kihívás, ami rájuk vár egy hadszintéren, az nem a nőknek való terhelés, én azt gondolom. De van lehetősége a katonanőknek és a magyar honvédségekben szolgálatot vállalni, elsősorban logisztikai támogató beosztásokban, esetleg adminisztratív munkakörökben. A katonai pályát választó újoncoknál nem ritka, hogy a családban már valaki szolgált a honvédségnél. Így volt ez a most felesküdött Pálmai Vanda esetében is, aki légvédelmi lövésznek készül. Apukám volt korábban katona, illetve nagymamám párja volt az, aki leginkább motivált is ebben. Végre ő szokott történeteket mesélni erről, hogy neki milyen volt a múltja. Nagyon sok izgalmas történetet mesélt, ami alapján úgy döntöttem, hogy utána nézek, megpróbálom, és igazából el is mentem az első toborzó irodába, ami legközelebb esett hozzám, akkor rögtön alá is írtam ott a papírokat. Hogy Magyarországot híven szolgálom! Hogy Magyarországot híven szolgálom! Az eskü szövegét előmondó Dávid Sándor hozzátartozói között is volt katona. Volt a családban konkrét személy, aki szolgál ugyanúgy a honvédségnél. Az értékrend, tehát mindemellett a családtagom mellett az értékrendi egyezhetőségek is azok, amit így a honvédség iránt így felkeltötték az érdeklődésemet. Ugye most kezdőként ugye tartalékosként kerülünk állományba. Ezt követően ugye szerződés kötéssel tudunk egy-egy alakulathoz bekerülni. Ha minden jól megy, akkor én a budapesti helyiségdandárnál fogok tudni helyet, illetve beosztást kapni, úgyhogy izgatottan várom a továbbiakat, hogy milyen irányba tudunk elindulni.
Az újoncokra váró 180 órás képzés egy alapkiképzésből, egy adminisztrációs hétből, valamint egy lövész alapozó felkészítésből áll, amely során a katonák elsajátítják a fegyveres harchoz kapcsolódó katonai alapismereteket is. Rendszeres szűrővizsgálatok és testmozgás, sokat tehetünk szívünk egészségéért. Február a szívtudatosság hónapja, ezért a szakemberek a megelőzés fontosságára, lehetőségeire hívják fel a figyelmet. A kardiovaszkuláris megbetegedések ugyanis világszerte vezető haláloknak számítanak. Vérnyomás és vércukorszintmérés, évente egy vérkép, panaszok nélkül is ajánlotta a rendszeres állapotfelmérés. Erre a februárban tartott szívtudatosság hónapja kapcsán is felhívják a figyelmet a szakemberek. A szív- és érrendszeri betegségek kialakulását számos tényező befolyásolhatja, ugyanakkor a megelőzésért is sokat tehetünk. A koszorérbetegség a szív- és érrendszeri betegség megelőzésének és kezelésének két fő lába van. Az egyik az életmód, a másik pedig a gyógyszeres terápia, és ez az optimális terápiához való ragaszkodás. Az életmód, az optimális, egészséges életmód az még a koszorérbetegség kialakulása előtt is nagyon fontos. Tehát nagyon fontos az, hogy ne dohányozzunk, nagyon fontos az, hogy ne legyünk elhízottak, vagy ha már az elhízás megtörtént, akkor egy életmódváltoztatással, egy étrendváltoztatással igyekezzünk ezt az optimális testsúlyt elérni. Rendszeresen mozogjunk, heti 150 perc mozgás, az 10%-kal csökkenti a szív- és érrendszer rizikókockázatot. A mai napon két súlyos infarktust láttunk el eddig, és még nincs dél. A Józsa András Takkórházban napi szinten 8-10 szívkatéterezést hajtanak végre a szakemberek. Ezek között sürgősségi és előjegyzett esetek is vannak. Az itt végzett kezelések a statisztikák szerint a nyugat-európai kórházakéhoz hasonlóan eredményesek. A koszorúér mielőbbi megnyitása életet menthet, ez azonban az orvoshoz fordulás hajlandóságától is függ. Ez a tényező a műtétet követő felépülési időszakot is negatívan befolyásolja hazánkban. Amiben rosszabbul áll Magyarország, mint a nyugat-európai országok például, az az, hogy az egyéves halálozásunk az viszont jóval magasabb, mint a ezen országokban, ami arra utal, hogy egyrészt lehet, hogy szerepet játszik az, hogy később kerülnek bele, de még inkább magyarázza talán az a együttműködési hiányosság, ami a térség és talán a Magyarország átlagbeteg populációját is érinti, amiről beszéltünk, hogy a megfelelő gyógyszeres kezelés, hát ez ma már könnyen lemérhető, hogy szedi vagy nem szedi a gyógyszert. Egyrészt a maga a koleszterin szint például mutatja, hogyha egy kontrollvizsgálatra kerül a sor, illetve az elektronikus rendszer pontosan nyomon követi, hogy ki hány receptet váltott ki. Tehát sok esetben sajnos ezzel is magyarázható, hogy a későbbi halálozási eredményeink már rosszabbak, mint a nyugat-európai országokban. A szív- és érrendszeri betegségek világszerte vezető haláloknak számítanak. Hazánkban az éves halálesetek mintegy felét okozzák a keringési rendszer zavarai. Magyarországon a várható átlag élettartam a férfiaknál 8, a nőknél pedig 6 évvel marad el az európai értéktől. A kardiovaszkuláris megbetegedések közül kiemelkedő a szívinfarktus, a stroke, a koszorúérbetegség és a szívelégtelenség. 3 hét alatt 3 baleset is történt a magyar közút munkaterületein, melyet figyelmetlen autósok okoztak. Valamennyi esetnél a munkaterületeket megfelelő módon fényjelzéssel és terelőkúpokkal is előre jelezték a közlekedőknek. A baleseteket okozó vétkes autósok mégis belehajtottak a munkagépekbe, és életveszélybe sodorták az úton dolgozókat, saját magukat és a többi közlekedőt is. 2000 óta 21 közútkezelő hunyt el munkavégzés közben, többnyire figyelmetlen autósok miatt. Az elmúlt évek tragikus baleseteihez hasonló események a közútkezelő szerint elkerülhetőek lennének, ha a sofőrök minden esetben az útra és a vezetésre koncentrálnának, komolyan veszik és betartják az ideiglenes sebességkorlátozásokat, előjelzéseket. A jelenlegi kedvező időjárás miatt egyre több helyen számíthatnak az autósok kátyúzási és növényzetgondozási munkát végző közutas brigádokra az utakon, ezért a társaság minden közlekedőtől azt kér, hogy fokozott figyelemmel vezessen.
Február végéig érdemes elkészíteni és kihelyezni a rovarhoteleket, a saját kezűleg is könnyen megépíthető eszközökkel sokat tehetünk a beporzó rovarok védelméért. Erre hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A rovarhotelek hatékonyan segítik a szelíd beporzók szaporodását, ami azért is kiemelten fontos, mert az emberiség élelmének mintegy harmada a méhektől és más beporzóktól függ. Ez a felső, alsó és a felső része, az arra van kialakítva, hogy a télen a rovarok, ha elbújnak, akkor a hideg elől, akkor ők ebben tudnak lehibernálódni. A középső része az arra van kialakítva, hogy esetleg egy-két barát, egy-két mély család betöltözzön, és a szélsőbe lyukak vannak fúrva, hát ez ilyen 8-10 mm-es lyukak, és 8-10 cm hosszúak, és ezekbe a rovar behordja a táplálékokat, például pollent, más rovarokat, belerakja a petét és befalazza. Itt látható is, hogy a széncinke rájött erre és megpróbálta előtt keresni a lárvákat, de itt a egy-két tömig be van falazva, és ezek reméljük, hogy tavasszal ki fognak repülni. Máté nagyszülei segítségével készítette ezt az úgynevezett rovarhotelt. Ebben rengeteg apró élőlény találhat menedéket. Nem csak a hideg ellen nyújt védelmet számukra, hanem kialakításának köszönhetően petéiket is lerakhatják benne. Ez azért fontos, mert a rovarok élettere az elmúlt években drasztikusan csökkent. A menedéket tél végén már érdemes kihelyezni a szabadba. Az évben bármikor ki lehet helyezni, de ha azt szeretnénk, hogy már ebben az évben is kiöltsön benne, vagy rakjon bele petét valamilyen rovar, akkor érdemes ezt már februárban megtenni, mert azok a poszméhek, amiken van minimális serte és szőrzet, azok már február végén, március elején már előbújnak a téli rejtek helyükről. A poszméhek különösen hasznosak, a termények és virágok beporzásának elengedhetetlen szereplői. De a katicabogarak, hangyák, akár pókok is szívesen veszik a védelmet nyújtó hajlékot. Máté alaposan tanulmányozta a rovarhotel, más néven darázsgarázs készítését, kertjükben többféle módon is segíti a rovarok túlélését. Ez egy másik elven működő rovarhotel. Vettünk hozzá kéncsöveket, meg parafadugót, és kialakítottunk egy olyan másolatát az előzőnek, amit meg is lehet figyelni a benne lévő dolgokat, ugye amit belehord pollent, más rovarokat, a tápláléknak, a lávának, meg a petét. És ugye ez most nincs befalazva, mert ebbe pók rakott hálót, de ilyen kis lyukat fogunk az elejére, és ezen tud bemenni. A rovarhotelek kihelyezésénél figyelni kell arra, hogy védett helyre tegyük azokat. Fontos, hogy száraz és széltől mentes maradjon az építmény, ezért fal, sövény mellett vagy ablakpárkányokon is felszerelhető. A hotelek forgalmát garantálja az is, ha napos helyre kerülnek. Olyan díjnyertes fotókból nyílt kiállítás kedden Máté Szalkán, melyek már bejárták Magyarország több városát és a határon túl is megfordultak. A 28 Csíksomlyó és Kárpát-medencei keresztény értékek tematikájú alkotás március 5-ig tekinthető meg a Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központ és Színház DNS galériájában. A kiállítás ötletgazdája a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által alapított Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációért Alapítvány. Céljuk keresztény értékek mentén segíteni a határon túli magyarok tevékenységét. Feladatuknak érzik a külhonban élő magyar nemzettársakkal való kapcsolattartást, szülőföldjükön való megmaradásuk segítését, anyanyelvünk ápolását és a kulturális örökségük megőrzését. Ennek a munkának az egyik vonulata a Kárpát-medencei magyar alkotóművészek támogatása. Volt egy gyermekrajzpályázat, volt két alkalommal szerveztünk a legkülönbözőbb művészek számára alkotótábort, és két alkalommal írtunk ki fotópályázatot az ott élő amatőr és hivatásos fotósoknak. Nos, ez a kiállítási anyag az ezen pályázatokból beérkezett fotókból került kiválogatásra, amit egy Magyarországon élő magas műveltségű szakmai zsűri válogatott, díjazott, rangsorolt, és válogatta ki azt a 28 alkotást, ami most itt kiállításra került. Arra is kíváncsiak voltak, hogy egy fotós, aki egészen máshogy látja a lencséjén keresztül a világot, mit vél felfedezni az épített és az Isten által teremtett természetben. A világ és a környezet mögött hogyan látja meg azokat a törvényszerűségeket, amelyeket ember nem tud alkotni. Észreveszi egy fotós azt is,
például a keresztény értékek kategóriába, hogy van egy sötét templom. Az ablakán beszűrődik a napfény, és mit világít meg az a keskeny fénysugár? A pad szélén az énekeskönyvet vagy a Bibliát. Tehát megint csak mire irányítja a figyelmed? Erre hívja fel. Mi bemegyünk egy templomba körülnézni, megnézzük, ha katolikus templom, milyen festmények vannak, milyen freskók vannak, ha protestáns templom, akkor milyen kézimunkák díszítik az úrasztalát, vagy magát a templomot. Tehát egy kicsit ennek a látványnak szenteljük a látogatásunkat, ő pedig ráirányítja a fotója által a figyelmet az igazi értékre. És ez az, ami különös értéket mutat ezekbe a fotókba, hogy olyat mutat meg nekünk az ő szemüvegén keresztül, ami mellett mi elmegyünk. De oda kellene rá figyelnünk. Fontosnak tartják, hogy amiben hisznek, amiért tesznek és dolgoznak, át tudják adni a fiatal generációnak, amely életben tartja a nemzeti értékeket, magyarságtudatot, anyanyelvet, kultúrát, és nem utolsó sorban a kereszténységet. Kerekesszékes vívás, ülőröplabda, kerekesszékes kosárlabda, ergométeres evezés. Csak néhány azok közül a sportágak közül, amelyet kipróbálhattak az érdeklődők Nyíregyházán a Continental Arénában a Magyar Parasport napján. A lélekmozgató program keretében országszerte óvodások, általános és középiskolások, illetve a felső oktatás hallgatói is megismerhették a parasportágakat, vagy érzékenyítő programokon vehettek részt. 2017 óta február 22-e a Magyar Parasport napja. A dátum választása szimbolikus, hiszen 1970-ben ezen a napon alakult meg a mozgásgátoltak Halasi Olivér Sportklubja a Mozgásjavító Intézmény falai között. A Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidősport Szövetsége szakmai támogatásával idén több száz iskola, sportegyesület és önkormányzat, valamint szociális intézmény szervezett sportnapot. Nagyon szeretném, hogyha nem csak egy Magyar Parasportnapja lenne, hanem szökőévet írunk, 366 is. De jó, hogy van egy olyan dedikált pillanat, egy olyan nap, amikor különösen figyelünk rájuk. De én úgy érzem, hogy talán ez a figyelem, ami nem is csak a parasportolókra, hanem általában a fogyatékos emberekre fordul, ez talán már egyre nagyobb Magyarországon. És ebben szerintem a sportolók is az okai, mert olyan sok büszkeséget hoznak a paralimpiákról, világ-európa-bajnokságokról, hogy rajtuk keresztül jobban megérthető az, hogy a fogyatékos embereknek szükségük van arra a kiemelt szeretetre és figyelemre, ami abból, egész egyszerűen abból fakad, hogy az ő lehetőségeik azok korlátozottabbak, mint az épp embereké. Én azt hiszem, hogy ebben lépünk előre évről évre, hónapról hónapra. Az országos programsorozat Nyíregyházán indult. Mint Kovács Ferenc polgármester elmondta, mindenben igyekeznek segíteni a fogyatékkal élőket. De a legfontosabb mégis a szemlélet, a megközelítés, ahogy Nyíregyházán a fogyatékkal élők sportolását segítjük. Mindegyik sportintézményünket úgy építettük meg, vagy újítottuk fel, hogy megközelíthetővé válik a Nyíregyházi Sportcentrumnak, a sportcégünknek külön paraszakosztálya van, ahol ugye az ülőröplabdások már 40 éve komoly eredményeket érnek el, a kerekesszékes fiúk az utóbbi 6-8 évben, illetve a férfi kerekesszékes kosárlabdázók is egyre aktívabbak, de igazából mindent szeretnénk támogatni, segíteni a fogyatékkal élőket ilyen módon is, hogy legyen lehetőségük sportolni, és megélni azokat az élményeket, amiket enélkül nem lehet. A Vármegye önkormányzata számára is fontos a fogyatékkal élő sportolók támogatása. Nyilván olyan mértékben fontos, mint az épek sportja. Igyekszünk is ezt a magunk módján támogatni ezt a tevékenységet, hiszen bármilyen élethelyzetben van az ember, idős, fiatal, akár fogyatékkal élő, a sport az olyan puszt ad az emberi életnek, az emberi teljességhez, ami mással nem pótolható. Bármilyen egészségi állapotban is van az ember, mindig magasabbra, gyorsabbra, erősebbre törekszik, és ez így természetes a fogyatékkal élőknél is. A három nyíregyházi helyszínen számos sportágat kipróbálhattak az érdeklődők, és találkozhattak a párizsi paralimpiára készülő kerekesszékes vívóval, Tarjány Istvánnal is. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban.
A Vitéz-Vattai Antal II. Területvédelmi Ezred januárban bevonult állománya tett ünnepélyes katonai eskü csütörtökön a Nyíregyházi Kossuth téren. A Magyar Honvédség egységes alapkiképzési program keretében bevonult 107 katona az egészségügyi, fizikai, pszichikai és kiképzési követelmények teljesítését követően beosztást vállalhat a honvédség katonai szervezeteinél, vagy önkéntes tartalékos maradhat. A szív- és érrendszeri betegségek megelőzésének lehetőségeire hívják fel a figyelmet februárban a Szívtudatosság hónapja kapcsán a szakemberek. A kardiovaszkuláris megbetegedések világszerte vezető haláloknak számítanak, kialakulásuk azonban sok esetben megelőzhető lenne. Kerekesszékes vívás, ülőröplabda, kerekesszékes kosárlabda, ergométeres evezés. Csak néhány azok közül a sportágak közül, amelyet kipróbálhattak az érdeklődők Nyíregyházán, a Continental Arénában a Magyar Parasport napján. A lélekmozgató program keretében országszerte óvodások, általános és középiskolások, illetve a felső oktatás hallgatói is megismerkedhettek a parasportágakkal, vagy érzékenyítő programokon vehettek részt. Február 22-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, pénteken este ismét jelentkezünk majd a vármegye legfontosabb történéseivel. Számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Pénteken döntően erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, szorványosan kisebb esővel, zápor esővel. A déli szél továbbra is sok felé lesz élénk, amit helyenként erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 13 fok között alakul.